Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő nyájának juhai vagyunk. Amen. Isten tiszteletünk kezdő fennálló énekeként a 162. dicséretünket énekeljük, a 162. dicséretünknek az első versét, amely itt kezdődik, Inné jöttünk nagy örömben, felséges Isten. És énekeljük a 395. dicséretünknek mind a három versét. A 395. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére olvasom testvéreimnek Isten igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, az 5. fejezet első 10 versében. A felolvasandó ige szakasz leülve hallgassuk meg. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből az 5. fejezet első versével kezdődően ezt olvashatjuk a Szentírásban. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy káromkodás, amelyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön el az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert régen sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Gyertek testvéreim, feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk a neked szentelt napért. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, hogy minőségi időt tölthetünk veled, és te hívogattál bennünket, és elénk adott, hogy íme minden készen van. Az elmúlt héten is sokszor átéltük, Urunk, azt, hogy elkészítetted azt, amire szükségünk volt. Köszönjük az ima meghallgatásokat, a gyógyulásokat, a gyógyításokat. Köszönjük, Urunk, hogy veszteségben és gyászban vigasztalással találtál meg bennünket a te ígéd és a te lelked által. És áldunk, Urunk, hogy futásainkhoz erőt, munkáinkhoz türelmet, és gyávaságunkhoz bátorságot adtál, akkor, amikor veled, rólad kellett szólnunk. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ahogy vagyunk, most is úgy jöhettünk elé. És köszönjük, Urunk, hogy hihetjük, hogy te megállsz a középen, hogy itt vagy közöttünk a te igéd és a te lelked által. És valóban elkészítetted számunkra a mai napra elegendőt. Köszönjük a te igédet, köszönjük a lelki mennyei táplálékot, és kérjük, Urunk, hogy a te lelkeddel értesd meg velünk, és pecsételd személyre szólóan a szívünkbe azt, amit nekünk mondani akarsz, hogy ne másra gondoljunk, hanem saját magunkra. Add, Urunk, hogy így lehessen bővölködő életünk te benned. Köszönjük a közösséget. Köszönjük, hogy valóban a te szíveden pihenhetünk meg, és te formálhatsz bennünket olyan egységes közösségé, amely téged dicsőít és magasztal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy keresztre mentél a mi bűneinkért,
És köszönjük, hogy annak az ítélete nem bennünket sújt. És köszönjük azt, hogy utat nyitottál nekünk, hogy letörted az ávárokat, és általad van menetelünk az Atyához. Add most meg ezt hitáltal. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 162. dicséretünknek, már énekelt dicséretünknek a 7. versét énekeljük. A 162. dicséretünknek a 7. versét, amely így kezdődik, prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, írva található a már elhangzott ige szakaszban Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, és ehhez szeretném még felolvasni a Máté írása szerint való evangélium 20. fejezetéből, a 29-től a 34-ig terjedő verseket, amit a gyülekezet leülve hallgasson meg. Máté evangéliumának 20. fejezetében a 29. verstől kezdődően ezt olvashatjuk. És amikor Jerikóból távozott Jézus, nagy sokaság követte őt. És íme két vak, aki az út mellett ült, meghallva, hogy Jézus arra megy el, kiáltott mondván, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. A sokaság pedig dorgálta őket, hogy hallgassanak, de azok annál jobban kiáltottak mondván, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. És Jézus megállt, megszólította őket, és ezt mondta, mit akartok, hogy cselekedjen veletek? És ezt mondták neki, azt Uram, hogy megnyíljanak a szemeink. Jézus pedig megszánta őket, illette a szemeiket, és a szemeik azonnal megnyíltak, és fölálltak, és követték őt. Vasárnap az ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Ennek a két vakembernek a számára az a nap is olyan lehetett, mint a többi. Rutinból indult, felkeltek, lehet, hogy valaki kézen fogta őket, lehet, hogy ismerték egymást és egymást támogatva, de az is lehet, hogy olyan jól ismerték már az otthonuktól a jerikói helyükre, helyükhöz vezető utat, hogy vakon is megtalálták azt. Sőt, nem csak az utat taposták újra és újra, hanem olyan helyük volt, ahonnan többször ültek. Két vak ül a jerikói út mentén, a megszokott helyükön. Ott ülnek és várják a napi elegendőt, a napi táplálékot, az alamizsnát, üres tenyerüket nyújtogatják, túl szeretnék élni azt a napot. Ülnek és várnak. Ez az első állapot, amiről az ige beszél. Ülnek és várnak, hogy hát ha kapnak valamit. És ekkor zsongó sokaság érkezik, jönnek Jerikóból, és jókat zsong ez a sokaság.
mert a názáretiről beszélnek, és ezeket a szófoszlányokat felfogják a vakok, és van már előismeretük, mert arról hallanak, hogy ennek a názáretinek van hatalma betegség fölött, hogy vakok látnak, hogy bénák járnak, hogy süketek hallanak. És tudják, hogy ezek a jelek, a várva várt Mesiás megjelenésének a jelei. És a két vak, ahogy először csak ül, aztán vár, de mivel jókat hall, elhiszik, hogy a názáreti a Messiás. És kiáltanak: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, így többes számba együtt. Együtt kiáltanak, egy akarattal vannak. Ülnek, még mindig ülnek, és kiáltanak egy akarattal. És a csendesítő tömeg ellenére még hangosabban kiáltanak, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. A Dávid fia a Messiás megszólítási neve. És Jézus, ahogy közeledik a tömegben, megáll mellettük, mert meghallja a kiáltásukat, és olyan szépen adja elénk Máté, megszánja őket. És arra a kérdésre, hogy mit is akarnak, hogy velük cselekedjen, a két vak együtt mondja: azt, Uram, hogy megnyíljanak a szemeink. Ülnek, várnak, hallanak, hisznek, kiáltanak, és aztán elmondják, hogy mire van szükségük. És Jézus megnyitja a szemeiket. Aztán felállnak, és követik őt. Megérkeznek találkozásnak a helyszínére. Lehet, hogy egyedül, lehet, hogy párban, lehet, hogy gyalog, lehet, hogy autóval, lehet, hogy egymást támogatva, lehet, hogy hoztak, vagy lehet, hogy kísértek. A jól ismert úton, a jól ismert helyre. Kérve és kordulva, a mai napra elegendő alamizsnákat, talán a jövő hétre elegendő erőt, bölcsességet a döntéshez, túlélni a nehézségeket, átlátni, túllátni a veszteségeken, aztán hallani. Jó, ha az evangélium zsong. Jó, hogyha megerősödhetünk abban a hitben, hogy akihez mi jövünk, az az a Messiás, akinek van hatalma gyógyítani a betegségemet, rendbe rakni a rendetlenségemet, bölcsességet adni a döntésemhez. Az Isten igéje azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Olyan jó lenne ezt külön-külön végigvenni mindegyiket, hogy vakon is hallhatunk, hogy sötétben tapogatózva is meghallhatjuk azt, amit az Isten igéje mond. Hogyha úgy végig gondoljuk ezeket a stációkat, amikor ez az Istent kereső lélek átmegy, hogy először csak elindul, aztán ül, aztán vár, aztán hall, aztán hitre jut, aztán kiált, és aztán elmondja, hogy mire is van szüksége. És mi is jövünk. Ülünk, várunk, hát ha kapunk valamit, aztán hangzik az ige, és Jézus megáll mellettünk. Az énekünk azt mondja, hogy itt van Isten köztünk, az ő igéje és az ő lelke által. És Jézus nem valamizsnát akar adni, nem egy kis lelki tupírt, egy kis lelki wellness, egy kis lelki löketet, hogy kibírjuk, túléljük ezt a mai napot, vagy talán a jövő hetet. Hanem, hogy hittel meglássuk, hogy az, aki közöttünk van, aki megáll a középen, az a várva várt Messiás, akinek valóban van hatalma az életünk fölött. A televízióból, a médiából az elmúlt két hétben ömlött felénk, hogy házasok hete van, ez a mai nap úgy lett meghirdetve, hogy a házasok napja,
A megszokottól egy kicsit eltérően, mert nincs közös szeretett vendégség, nincs együtt töltött gyülekezeti délután, de ezért is hálásak lehetünk. Házasok hete, házasok napja, és mi megérkezünk a találkozásnak a helyére. Biztos van közöttünk olyan, aki egyedül jött. Egyedül jött még. És hogyha ide jön, akkor ott van a szívébe az a vágy, hogy olyat szeretnénk, Uram, akit te rendelsz ki nekem. Társat szeretném. Hozzám illőt. És van, aki úgy érkezik meg, hogy egyedül jön, már. Kiürült az életéből a megszokott hang, a vasárnap reggeli indulás, a kávézás után a felszólítás, hogy gyere mama, gyere papa, menjünk az Isten házába. És van olyan, aki párban, ketten jön. Lehet, hogy egymást támogatva. De lehet olyan is, hogy párban jönnek ketten, de egymást nem támogatva, mert sokkal erősebb a közöny, a minden mindegy, a megszokás. És lehet, hogy vannak olyanok, akik párban jönnek, és jól gondolok. Békességben és szeretetben. Az ének adjanak hálát érte az Istennek, megköszönve a kegyelmi időt. Mert az ige figyelmeztet bennünket, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És van, aki egyedül jön, mert a társa otthon marad. Nem csak most, úgy általában. Mert nem akar. Nem jött, azt mondja, te csak menj. Neked úgyis nagyobb szükséged van rá. És hangozhat ez bátorító, támogató felhanggal, de hangozhat ez gúnyal is. És van, aki úgy él, és úgy jön ide egyedül, hogy felemás igában él. Ő keresi az Isten akaratát, a társa nem. Elhiszi az Isten igének azt az igazságát, amikor figyelmeztet bennünket, hogy megszentelődik a hitetlen társ, a hívő házastárs hite által. És rá mer állni, csak neked erre a dolgot. Nem a belőlünk sugárzó aura miatt szentelődik meg a házastársunk, hanem akkor, hogyha mi Jézus erőterében változunk, és a még nem látó, még vak, még sötétségben élő házastársunk látja ezt a változást, és rácsodálkozik. Nagy kérdés, hogy hallva az igét, egyáltalán változunk-e? És vannak, akik úgy élték meg ezt a házasság hetét, vagy úgy élik meg ezt a házasok napját, hogy egy kis fenntartással, mert éppen elváltak. Akik egyedül vannak. Akár önhibából, akár azért, mert átélte, hogy ő már nem kell, már megunták, már becsapták, már megcsalták. Eljutni arra a döntésre, hogy beadni a vállalkozást. Vagy éppen kézbe fogni a bírói végzést, hogy már nem tartozunk össze, papíron sem. Aztán átélni a gyerek elhelyezési pereskedést, vagy éppen a vagyonelosztási pereskedést. A televízió, a média, az újságok azért bontották ránk a házasság hetének a lehetőségét, hogy megélhetjük. De nagyon sokféleképpen tudjuk ezt megélni. Akár ugyanis érkezünk meg a találkozás helyére, a lehetőségünk megvan arra, amit felismert ez a két vak is, hogy egy akarattal kiáltottak, hogy Urunk, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. És eljutni arra felismerésre, hogy nem olvasnak el, hanem az, hogy megnyíljanak a szemeink, hogy lássuk magunkat a magunk helyzetébe, egyedül, vagy éppen elváltan,
vagy közönös kihűlött házasságban, vagy örömteli békés egymást támogató kapcsolatban. De hogy lássuk meg azt, hogy mennyire sötétségben vagyunk Jézus nélkül, hogy gyakran sötétségben tapogatózva bóklászunk, botladozunk, vagy pedig vagdalkozunk magunk körül a nagy vehemenciákban, és nem is veszünk észre, hogy közben kit vagy kiket sebesítünk meg. A példabeszédek könyvéből az igének nagy igazsága van, hogy mennyei látás nélkül elvadul a nép. Isteni világosság nélkül elvadulunk. Vaddá válunk. A minap a vásárcsarnokban tanulja voltam egy beszélgetésnek, egy nagyon helyes fiatalasszony mondta, olyan szókapcsolatot használva, hogy rá is csodálkoztam, hogy ezt ma már nem használják. És nem akartam kihallgatni, csak hallottam, amikor azt mondta, hogy otthon áldatlan állapotok vannak. És elmondta, hogy a férje nem jön ki az anyjával, állandó passzéba van a vő és az anyós, és ő villámhárítóként soha nem tudja eldönteni, hogy melyik oldalra váljon. Lett volna elég bátorságom, akkor lehet, hogy el kellett volna mondanom, hogy az áldatlan állapotot Isten közelében, Isten fényének a világosságában meg lehet élni, hogy az állapot változik. Áldást lehet megélni. De nem tettem. Az ige azt mondja, hogy Jézus megáll mellettük, megszánja őket, és megkérdi, hogy mit szeretnének. És aztán csak megnyílnak a szemeik, és amit addig nem láttak, mert sötétségben éltek, azt látni kezdik. Hogyha hisszük, hogy Jézus megáll a középen, és az igéjével belevilágít az életünkbe, akkor ott világosságnak kellene lennie. És azért egy kis hasonlattal élve azért jó lenne elgondolkodni azon, hogyha belép a mi életünk lakásába, a mi előszobánkba, az ő fényével, akkor mit lát? Hogy fogadjuk a hazaérkezőinket? Keserűen, elégedetlenül, hogy már megint hol voltál, mit csináltál? Vagy hogy indítjuk útjára az elmenőinket? Vagy hogyha kicsit feljebb lép az Úr Jézus az ő maga világosságával és gyógyító erejével, akkor belevilágít a nappalinkba is. Rávilágít mondjuk a televízió irányító gombjára, hogy tudjuk-e használni nem csak be, hanem ki is kapcsolni. Vagy rávilágít a laptopunknak, vagy az okos telefonunkban az előzmények törlésének gombjára. Csak ne felejtsük el, hogy sem nála, sem a fejünkben, sem a szívünkben nem lehet törölni az előzményeket, mert azok eluralják a gondolatvilágunkat, a fantáziánkat, a szívünket. Aztán lehet, hogy belevilágít a hálószobánkba. A legintimebb dolgainkra is rávilágít, hogy örömmel és háladással tudunk együtt lenni, vagy idegen oltárok tüzében kacérkodunk. Sok mindenre rávilágít az életünkbe. Sőt, rányílhat a szemünk arra, hogy a pénztárcánkhoz is joga van. Belevég rávilágíthat arra, hogy hogyan gazdálkodunk, kinek gyűjtünk, mire szánunk, mennyit. Feltétlenül szükséges-e a legújabb dizájn, magunkra költünk-e, vagy megint szánunk az Isten dolgaira. És belevilágít a magánunkba is. Amikor azt éljük meg, hogy nincs embere, nincs, aki mellém álljon, nincs, aki kézen fogja, nincs, aki rákérdezzen, hogy hogy vagyok. És az özvegység idejére is rávilágít, hogy valóban reménységgel, hittel, és tőle kapott erővel tudom-e hordozni a veszteségemet. Hogy amikor elengedtem azt, akit szerettem, tudom, hogy hova ment.
hogy van örök élet, hogy van feltámadás Jézus Krisztus által. És Jézus Krisztus jelenléte megvilágítja az időnket, amit magunkra szánunk, a saját ritmusunknak, amit a másiknak szánunk, vagy amit az Istennek szánunk, hogy van-e ima időnk, hogy beszélgetünk-e az Istennel, szánunk-e rá időt. És hogyha este lefekszünk, és a fáradtságtól csak elzuhanunk, és leltározni próbálunk, akkor a leltározásunkba eszünkbe jut-e megkérdezni azt, hogy jól tettem, Uram? Így kellett ezt megoldanom? Ezt a döntést, amit hoztam, ezt te szerinted hoztam? Vagy van-e bennünk annyi alázat, hogy elmondjuk, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, mert még mindig haragszom. Az indulatom valóságában örlődöm. Nem baj, hogyha vannak ellentétek közöttünk. Hiszen nem vagyunk egyformán. Lehet más a véleményünk a dolgokról. De értjük-e és éljük az igazságnak, az igének azt az igazságát, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokon. És nem azért mondja ezt az Isten, mert korlátok közé akar szorítani, hanem azért, hogy bennünket óvjon. Értünk mondja ezt. És egyedül, házasságban, családban, merünk-e élni a kilátás jogával? Belegondoljunk abba, hogy milyen hatalmat adott nekünk az Úr Jézus az imádság lehetőségével, hogy amikor azt mondta, hogy ketten vagy hárman, ha valamit kértek az én nevemben, akkor megadja azt nektek az én mennyei atyám. Milyen ajándék az, hogy imádkozhatunk együtt, hogy kiválthatunk együtt, egy akarattal. A minap valaki mondta, hogy összezörültek. Aztán próbáltam neki mondani, hogy próbáljátok meg imádkozni. A válasz az volt, hogy most úgy haragszom, hogy mi az, hogy imádkozni, megszólítani sem akarom. De talán ilyenkor jó azért imádkozni, hogy én csöndesedjek el. Hogy Uram, rajtam könyörülj. Az a két vak elindul a találkozás helyére. Van lehetőségük találkozni, van lehetőségük hallani, mert sok az evangélium. Válaszolhatnak Jézus kérdésére. És ebből a passzív várakozásból, ebből a sötétségből hitre jutnak, és követni kezdik Jézust. A mindennapokban ez a legnehezebb, mert nem mindig az az első, hogy megkérdezzük, hogy jó irányba indulok-e el. De azért lehet követni Jézust. Pál apostol ezt írja az efézusi gyülekezetnek. Ez volt az első ige. Legyetek hát követői az Istennek. Ami azt jelenti, hogy úgy szólítja meg azt a közösséget, azt a gyülekezetet, akik már végigélték ezeket a stációkat. Hogy elindultak, hogy vakok voltak, hogy vártak, hogy kiáltottak. Ők már látnak. Tehát az a közösség, akiknek Pál apostol ír, azok a sötétségből már eljutottak a világosságba. Hitre jutottak. De Pál apostol nem felejti el őket figyelmeztetni. Az első dolog, amit elmond. Emlékezzetek régi önmagatokra. Azt mondja, mert voltatok régen sötétség. Vakok voltatok. Ott volt az életetekben. A parázatság, a házasságtörés, a fösvénység, a bolondbeszél, a káromkodás, a tisztátalanság, és ebben az állapotban nem volt örökségetek az Isten országában. Emlékezni kell az efézusi szenteknek is arra, hogy kik voltak, hogy honnan emeltek őket az Isten. Ez megvéd bennünket a farizeusi gőgtől. Ez tanít bennünket alázatra.
És hogyha nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy miből emel ki bennünket az Isten, miben változott az életünk, akkor még mindig a régi állapotunkban vagyunk. Mert vakok vagyunk. Mert nem látjuk az életünknek a sötét oldalát. Pál apostol azt mondja, régen te sötétségben voltatok, most pedig világosságotok van, és nem magatoktól, világosságotok van az Úrban. Ezért járhattok szeretetben és háladással. Mert ez a következő állapot, amire az ige elvezet bennünket. Eljutni az elindulástól a követelésig. Sokféle állomása van a léleknek, aki keresi az Isten közelségét. Hatalmas lehetőség olyan tömeggé formálódni, amelyik az evangéliumot zsongja, hogy a mély vakok, a mély sötétségben lévők hitre juthassanak. Nagy lehetőség van az imádságban kiáltani, ha egyedül vagyunk, akkor egyedül. Ha Isten nem adja, hogy van lelki testvérünk, akkor vele. Imádkozni a házastársunkkal, vagy közösségben. Követni Jézust. Nem mindig könnyű. Nem értünk meg mindent. Hogyan is érthetnénk meg? Nem vagyunk tökéletesek, amíg ebben a földi testben vagyunk, megkísértenek a dolgok, elgyengülünk, megbotlunk, elbukunk. Nem látunk mindent tisztán. Az ige azt mondja, mert most még csak tükör által is homályosan látunk. Csak majd odaállt színről színre. De addig is. Lássuk meg, hogy mire hívott el bennünket az Isten. Mint olyanokat, akik régen sötétség voltunk, most pedig világosságunk van az Úrban, mert Jézus által hitre nyíltak meg a szemeink. Gyertek, ezért adjunk hálát, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük Istenünk, hogy emlékeztetsz bennünket a régi életünkre. Köszönjük, Urunk, hogyha tudjuk és nem felejtjük el, hogy miből emeltél ki bennünket. Köszönjük, Urunk, a megnyíló szemeket. Köszönjük, Urunk, hogyha megláthatjuk a te jelenlétedet, hogy a Messiás van közöttünk, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hatalmad van a vakság fölött, testi lelkgyöngeségeink fölött. Hatalmad van, Urunk, a bűneink fölött, és köszönjük, hogy ezzel a hatalommal te gyógyítasz, vigasztalsz, bátorítasz, hogyha alázatban ki tudjuk mi is mondani, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Köszönjük Istenünk, hogy ebből a könyörületből élünk. Így köszönjük meg a kegyelmi időt, amit megfuthatunk. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ebben a földi életben magunkat támogatsz meg bennünket. Köszönjük, Urunk, az embert, akit nekünk adtál. Könyörülünk, Urunk, a házastársunkért. Könyörülünk a családunkért, a gyermekeinkért. És könyörgünk, Urunk, azért a felismerésért, hogy a gyermekeink akkor vannak a legnagyobb biztonságban, amit te szerinted éljük a házasságunkat. Köszönjük, Urunk, hogyha jó példát tudunk mutatni a gyermekeink előtt, te szerinted. És áldunk, Urunk, hogy az embereken túl megtámogatsz bennünket, nem csak a napi alomizsnával, a mindennapi kenyérrel, hanem erőt is adsz ahhoz, hogy megkeressük a rávalót. És köszönjük, Urunk, hogy megtámogatsz bennünket a te ígédnek a fényével. És köszönjük, hogy rendet
akarsz rakni az életünkbe. Kérünk hát, legyen bennünk elég alázat, és a te ajándékodnak az értékelése, hogy megtanulhassuk, mit is jelent, hogy bővölködő életet élhetünk te benned, egymással az életünk minden területén. Elég viszik, Urunk, a betegeinket, elég viszik, Urunk, az özvegyeket, az egyedül maradottakat, elég viszik, Urunk, ezt a forrongó világot, azokat a népeket és a nemzeteket, amelyek egymás ellen támadnának. Könyörülj ezen a világon, Urunk. Ne engedd, Urunk, hogy a szétdobáló kísértő markába nevessen, és megint az ember veszítsen. Könyörülj, Urunk, a gyülekezetünkért, hálát adom a közösség drága ajándékáért, az egy akarattal való együtt kiáltásért. Urunk, Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A testvérek előtt az adakozás lehetőségét hirdetem, ne feledjük az ige szavait, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezek után fogadjuk Istennek áldását Pál apostol lélek általi szavaival. Minden dolgotok szeretetben, az Isten szeretetében menjen végbe. Amen. A hirdetés előtt szeretettel szeretném köszönteni közöttünk ma is Dráfék Mátyás művész urat. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével, egy szolgálatával. Egy szép verset hallhatunk most tőle. Szabó Lőrinc, szövetség. Ágaink egybe csavarodtak, gyökereink összefogóztak, árnyunkba utasok heveredtek. Lombunkból madarak szárnyra keltek, magunknak mi már megmaradjunk, másnak, egymásnak annyit adtunk, annyit kínlottunk és mulattunk, hogy vígak, búsak, rosszak és jók, lettünk egy kicsit már hasonlók. Mikor a sors összeültetett, csefeték voltunk még, gyerekek, fiatal társak, szövetkezők, rosszabbak elől menekülők. Játszottunk tündéri fuvolákkal, haragos fekete trombitákkal, nem törődve senki fiával, elszakadók és összehajtók, valami titokban hasonlók. Aztán nőttünk, védett az Isten. Nincs fejsze, amely leterítsen. Jöttek ránk fénylő fegyverekkel, mi álltunk hallgató sebekkel, s ki ellenünk tört, keze fonnyadt. Szúrós tűzben csontja megolvadt. Háza bedőlt, szeme kisorvadt. S mi álltunk. Két fa világba bomló, elrendelt csodához hasonló. És ez biztat, ez az érthetetlen. Mesében állunk csodakertben, s ha mese, a fának is lehet szíve. Zengünk is úgy zeng a kettőnk hite, mint a harangok a vasárnap Kálvin lelkével nekiszállnak az illatos napos határnak. Jövőd zeng két hang, muzsikáló, szétlüktetve egybefonódó.
kétszer egy sors az Isten előtt. Szövetség nem lehet más se különb, hogy én mi vagyok, nem tudom. Csak azt, hogy benned bízhatom, bármennyit sírtál, hadakoztál, jönne új vihar, rám hajolnál, magad ellen is átkarolnál. Egymásra fájva rászorulók lettünk, mindenkihez hasonlók. Két fa együtt, testvéri lombban. Egyek vagyunk sok fájdalomban, örömökben és kényszerekben. Másképpen élni is lehetetlen. Magunknak hát már megmaradjunk. Gyökerem kör, ne szakadjunk. Tavaszban őkben gyarapodjunk, legyünk hívők, bátrak, kitartók, az örök reményhez hasonlók. Az Úr Jézus Krisztus pedig maradjon továbbra is gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora, és Isten tiszteletünk záló énekeként az ígére és az igehirdetésre felelve a 434. dicséretünket énekeljük. A 434. dicséretünk első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk, s vélet indulunk.